A megszokott módon a Continental arénában kezdte a hetet a Fátum Nyíregyháza. A játékosok a pályán és a konditeremben készültek az előttük álló feladatokra, amelyek közül az első a szerdai Békéscsabai fellépés lesz. Az Extraliga elődöntőjében 2-1-re vezet a nyíregyházi gárda. A legutóbbi találkozó végletekig kiélezett csatát hozott, a Békéscsaba 1-0-ra és 2-1-re is vezetett, végül azonban a hazaiak 3-2-re megnyerték az elődöntő harmadik felvonását. Ebben az elődöntő párosításban csak ilyen mérkőzésre lehet számítani. Tehát egy bajnokot legyőzni az nem egy sétagalop. De hát mint ahogy többször a szezonban is már bizonyítottuk mi, és ezt már sokszor elmondtam, mi nem könnyű feladatokat várunk, hanem tényleg olyan feladatokat, amiket meg kell oldani. És ez most egy ilyen feladat. Úgyhogy én azért is vagyok ezzel a mérkőzéssel elsősorban elégedett, mert a lányok most az akaratokat domborították ki, tehát többször is vezetett a Békés Csaba, többször is már úgy volt, hogy akárki is csúszhat a kezünkből ez a győzelem, de soha nem adták fel, és én mindig azt mondom, hogy egy sportolónak ez a legfontosabb, hogy mindig kihozza magából a maximumot, és soha ne adja fel, mert ezzel tudja megteremteni az esélyt arra, hogy győzön. Ez még nem garancia arra, hogy győzelemmel hagyja el a pályát, de ez az alap. A Nyíregyháza szerdán Békéscsabán lezárhatja a párharcot, a bajnoki címvédő viszont nem kaphat ki, ha életben akarja tartani döntős reményeit. Biztos vagyok benne, hogy nagyon nehéz meccs lesz, és ugyanáluk nyerni mindig nagyon nehéz, de én már nagyon motivált vagyok személy szerint, a lányok is ugyanolyan motiváltak, és nagyon várjuk már a mérkőzést. A másik ágon már véget ért az elődöntő párharca, a Vasas Óbuda 3-0-ás összesítéssel lépett túl az Ute csapatán.